Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója június 10-én, szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Toborzó iroda, Nagykanizsára visszatér a honvédség. Határnyitás, szabad az út Horvátország felé is, péntektől nem kell karanténtól tartani. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Átadták a katonai toborzóirodát Nagykanizsán. A keszthelyi toborzópont után így lehetőség nyílt egy másik ügyfélszolgálati intézmény megnyitására is a megyében. A 12. katonai igazgatás és érdekvédelmi iroda mától az Erzsébet téren várja az érdeklődőket. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat a helyi közösségekre építve jött létre. Egy teljes társadalmi támogatás a cél a területi tartalékosokon keresztül, ezért is nagyon fontos a század feltöltése Nagykanizsán. A magyar haderő vonatkozásában két részről beszélünk. Van egy professzionális haderő, amelynek a fejlesztése, felépítése megkezdődött, de mellette a fő erőt, ha fogalmazhatok így, az önkéntes területvédelmi tartalékosok adják. Az a fiatal, középkorú és idősebb hölgy és férfi, aki azt mondja, hogy fontos a biztonság, tenni akar érte, de nem akar elmenni mondjuk Nagykanizsáról, mint régen Nyíregyházára, hanem azt mondja, hogy az adott járásban fogom ellátni a katonai szolgálatomat, áldozok a szabadidőmből, és a Magyar Honvédség ezt nagy szeretettel és örömmel veszi. A katonai toborzópont a város központjában, a Turinform irodában valósult meg. A város legforgalmasabb helyeinek egyikén, itt az Erzsébet tér keleti oldalán, ami aféle sétáló utca már ma is, de még akár lehet ennél is sétáló, bővebb utca. Azt gondolom, hogy méltó helyen lehet a toborzó iroda. Szerintem kölcsönösen erősíthetik egymást a környékbeli egyéb pontokkal. Az Éljen Városunk Egyesület szerint az önkéntes tartalékosok toborzása nem a legmegfelelőbb módja a munkahelyteremtésnek. Egyik szemem sír, másik nevet. Azért örülök, hogy a Magyar Honvédség ismételten megjelent Nagykanizsán, igaz, hogy egy toborzópont erejéig. A másik, azért vagyok szomorú és bosszantó a dolog, hogy Orbán Viktor a munkanélküliséget ilyen formában kezeli. Minimálbérrel toboroztat katonának embereket, ahelyett, hogy valójában munkahelyeket teremtene a számukra. Az idei toborzókampány első nagykanizsai jelentkezője ma egy kisebb ünnepség részeként írta alá a szerződését. Az iskolában, mint tanárként dolgozom, és rendészeti ágazatban tanító, oktatóként, tanárként dolgozom. Rengeteg diák, rengeteg tanuló van, aki az egyenruhát nem ismerve. Az egyenruhát valamilyen szinten tiszteli, valamilyen szinten szeretné megismerni. Ennek én példát szeretnék állítani a diákok irányába, hogy megfelelően tudjam nekik ezt prezentálni, tanítani, ezért szükséges volt, hogy én fölvehessem újra az egyenruhát. Területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezni első lépésben regisztrációval lehet. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a kormányablakokban, illetve interneten keresztül az Irány a Sereg honlapján is. Jó egy hónappal a műszaki átadás után délelőtt hivatalosan is felavatták és átadták a Beleznához és Őrtiloshoz is közeli hegyen Zrínyi-Újvár kútját. Zrínyi Miklós költő hadvezér 400. születésnapjának évfordulójára tervezték az avatást, de a vírus közbeszólt. A délelőtti avatás után már bárki látogathatja a Beleznához és Őrtiloshoz is közeli hegyen álló egykori várkútját. Ennek történelmi jelentősége azért is kiemelkedő, mert ez az egyetlen Zrínyi Miklóshoz kötődő emlék a mai Magyarország területén. Zrínyi Miklós nagyon gyakran járt itt a várba, innen indult különböző török ellenes sportjára, sőt, igazából innen indult a téli hadjáratra is. Ugye a kútban megtaláltuk többek között sok minden egyéb mellett azt az itható vájút, amit használtak a kút mellett, amiben nyilvánvalóan Zrínyi Miklósnak is kellett, hogy a lovát itassa. A kút nem csak emléket állít a költő és hadvezér számára, hanem turisztikai látványosságnak is számít az arra kirándulni vágyok között. Ez egy olyan nagy lehetőség Őrtilosnak, hogy turisztikai attrakcióként fel tudunk építeni erre a helyszínre különböző programsorozatot, illetve hamarosan megépül itt Murakeresztúr Belezna Őrtilos érintésével egy kerékpárút, melynek részeként ugyanúgy szervezzük, hogy betesszük ebbe a programsorozatba az Zrínyi Újvárat is látnivalóként. A rekonstrukció során készült egy tetőszerkezet is, hiszen a 17. századi leírások szerint a kútháznak eredetileg is a mostanihoz hasonló kupola fedése volt.
Újra indul az élet sok területen. Lassan visszatérnek a vírus előtt megszokott dolgaink, így már szabadidős programokat is szervezhetünk. Igaz, még nem annyit, mint a járvány előtt, de egyre több lehetősége van kicsiknek és nagyoknak az otthonon kívüli kikapcsolódásra. Vannak, akik élvezik a bezártságot. Na persze, nem a járvány miatt szükséges karantént, hanem például a szabadulószobákat. A játékot, amelyhez az ügyesség mellett leleményesség, csapatmunka is szükséges. A kialakult veszélyhelyzet miatt szinte az elejétől mi is bezártunk, és folyamatosan figyeltük az országban a többi szabadulószoba újranyitásokat, és úy láttuk jónak, hogy június 4-től mi nekünk is ki kellene nyitni, mert máshol is már voltak. Ezt az emberek is visszajelezték, mert szinte egyből elkezdtek jelentkezgetni, és nagy örömmel jöttek ide, hogy kiszabaduljanak az otthoni bezártságból. Családok, baráti társaságok, munkatársak együttműködése kell a kiszabaduláshoz. A bezártság azonban itt maximum 60 perc. Ez már nagy réce a Telekaland mesepark. Az árnyékot adó fák között megbújó mesehősök egy-egy neves gyermekkori történetet idéznek fel. A mesepark meglátogatása mellett ismét programokkal is várják az érdeklődőket. Az Interreg Szlovénia-Magyarország együttműködési program támogatta Telekaland projektünk, magyarországi meseparkai, ami Nagyrécsén és Magyarszerdaján található, csatlakoztak a Magyar Turisztikai Ügynökség Visszajövünk programjához, és a meghirdetett időponton túl, tehát mi egész nyáron szeretettel várjuk a gyerekes, kisgyerekes családokat, különböző akciókkal. Itt a kastély látogatás Nagyrécsén lehetséges ingyenesen, illetve a meseparkban egy túravezetés, illetve különböző kézműves tevékenységeket és szeretettel várjuk a gyerekeket. Ezen kívül még szeretnénk őket megörvendeztetni a kisléptékű játékainkkal, amilyen régi hagyományos játékok. Kötélhúzás, csirke, kosárba dobás, mocsárjárás. Ezen régi korok játékaival is próbálkozhatnak a meseparkba ellátogatók. Az ingyenesen választható tevékenységekhez azonban előzetes időpont egyeztetés szükséges. Megszűnt a határforgalom ellenőrzés Magyarország valamennyi belső schengeni határán, és péntektől már Horvátországba is lehet utazni hatósági házi karantén ellenőrzés nélkül. Ugyanakkor belföldi nyaralást javasol az országos tisztifőorvos. Az operatív törzs mai tájékoztatóján az is kiderült, hogy Zala megyében eddig 16 fő vesztette életét a koronavírus miatt. A legfrissebb járványügyi adatok szerint mindössze 10 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Meghalt viszont egy 37 éves férfi, akinek az eddig rendelkezésre álló információk szerint nem volt ismert alapbetegsége. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta, alapvetően továbbra is igaz, hogy a koronavírus a krónikus betegekre veszélyesebb. Láthatjuk ebben az esetben is, hogy viszonylag ritkán, de előfordul az, hogy rendkívül gyorsan, rapidan zajlik le a betegség. Természetesen vizsgáljuk az esetet, járványügyi szempontból már tegnap megkezdődött a vizsgálat, felderítettük a környezetet, a kormányhivatalnak a munkatársai járványügyi vizsgálatot végeznek. A tájékoztatón az is kiderült, hogy létrehoznak egy bevetési egységet arra az esetre, ha a vírus elleni védekezés második szakaszában újabb gócpontok alakulnának ki az országban. Figyelemmel a járvány elleni védekezés második ütemére, elrendelt egészségügyi készenlétre, az operatív törzs egy azonnali intézkedés bevezető bevetési egység létrehozásáról hozott döntést. A bevetési egység feladata, hogy amennyiben a védekezés második szakaszában egy terület vagy egy intézmény tekintetében megjelenik a koronavírus fertőzés, abban az esetben a helyszínen megjelenve a szükséges intézkedéseket azonnal be tudja vezetni. Zala megyében hétfő óta nem nőtt a regisztrált esetek száma, így továbbra is 259 fertőzöttet tartanak nyilván. A keddi tájékoztató szerint az egészségügyi ellátás járvány előtti visszaállításáról ma hoznak döntést a szakemberek, ez azonban adásunkig nem történt meg.
Péntektől újra megnyílhat a magyar-horvát határ, így már nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Horvátországba utaznak, jelentette be ma a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt is közölte, a számok azt jelzik, hogy a közép-európai országok jól védekeztek. Szerinte a már korábban megnyitott határok egyike sem okozott negatív fordulatot a vírus terjedésében. A nyaralni vágyóknak jó hír, hogy egy online felületnek köszönhetően a határátlépés is gyorsabb ütemben fog zajlani. A személyi higiéniára azonban ezentúl is ajánlatos odafigyelni, és próbáljuk a távolságot betartani egymás között. Egy formanyomtatványt kell kitölteni, én úgy gondolom ez nem egy bonyolult dolog, és a kitöltés után az e-mail címre érkezik egy tájékoztató a járványügyi tehát a járványügyi helyzetről, és hogy ezt hogy kell ott, mit kell betartani, és tehát szabadon be lehet utazni, és ez azért jó, mert meggyorsítja az utazást, célszerű ezt előre kitölteni, mert erre lehetőség van a határátlépés során is, de ez egy 10-15 perces várakozást okozna, tehát mindenképpen javaslom, hogy előre töltsék ki ezt a formanyomtatványt, és ez amikor bemutatják a okmányt, tehát személyigazolványt vagy útlevelet, a rendszer ezt automatikusan összeköti a kitöltővel, és nagyon gyorsan lehet beutazni. Logótervezés, novellák és versek írásával is tevékenykedik Versz Dávid. Legutóbbi munkája közé tartozik a Nagykanizsa Összefog kezdeményezés logójának megalkotása, valamint a város modern címerének újragondolása. A nagykanizsai születésű Versz Dávid jelenleg Budapesten él. Az Óbudai Egyetemen végzett gépészmérnök szakon, de több területen is jeleskedik. Géptervezőként 3D-s grafikákat, vektorgrafikus illusztrációkat és logókat is tervez szabadidejében. Egy kisebb logó 1-2 óra alatt elkészül, a nagyobb munkák akár 1-2 hetet is igényelnek. Munkái között szerepel még a novellák és versek írása, és street art falmatricák, valamint plakátkiállításon is többször remekelt. Most a vírus idején nagyon sok kis cég keresett meg, akár most induló, akár már piacon szereplő kis vállalkozások. Ugye egy új arculattal, logóval próbálják az embereket most ebben az időszakban elérni. Nagyobb projektek most viszonylag kevesebb van, de azok is vannak a láthatáron. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Toborzó iroda, Nagykanizsára visszatér a honvédség. Határnyitás, szabad az út Horvátország felé is, péntektől nem kell karanténtól tartani. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 10-én szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm, viszontlátásra!